A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Az első fél év úgy gondolom, hogy elég jól játszottunk. Ott nekünk voltak talán nagyobb lehetőségünk a gólszerzéshez is. Aztán a vezetés szerzett a Diózsér, amit még sikerült kiegyenlítenünk. Hát a második fél évben úgy gondolom, hogy amit kaptunk gólt, azokat a védőim csúnyán összehozták, mert kifejeltük középre a második gólnalabdát, amit a Villár berúgott. Utána pedig nem rúgtuk el a kipattanót, és ez így már el is dőlt a mérkőzés. Hát a nagyobb tudás az már azért érvényesült, sajnos. Tehát úgy gondolom, hogy itt azért, tehát a reálisan nézzük, tehát itt azért nagyon nagy különbségek vannak a játékosok tudásbeli különbségei között, úgyhogy ez sajnos a másodikba ki is jött.